Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! A Mi Hazánk mozgalom is felettébb gyanúsnak tartja ezt a törvényjavaslatot, és igazából a kérdések sorjáznak, a kérdések száma szaporodik. Tartok tőle, hogy az előterjesztői zárszóban sem fogunk érdemi válaszokat kapni ezekre a kérdésekre, de azért tegyünk egy kísérletet, illetőleg idehoznék olyan ügytípusokat, amelyekről eddig a többi ellenzéki vezérszónok nem beszélt, pedig fontosak, konkrét ügyekről, konkrét példákról van szó, meg hát szeretném feldobni egy kicsit szokásomhoz szívem majd a hangulatot, de addig is hadd kérdezzem meg öntől, tisztelt államtitkár úr, hogy miért pont most látják elérkezettnek az időt, miért pont mostanra időzítik ennek a javaslatnak nem csak a benyújtását, hanem azt is, hogy kivételes eljárásban kérik ennek a megtárgyalását, és 24 órán belül át akarják, meg nyilván át is fogják passzírozni a parlamenten. Ahogy elhangzott korábban is, vagy a tárca nélküli miniszteri, vagy az államtitkári szinten kezelték eddig ezt a kérdéskört, amely kétségkívül már nem csak a háború, az ukrán területen zajló orosz-amerikai vagy orosz-nyugati háború kitörésekor lett volna időszerű, hanem akkor, amikor a COVID nevű világprojekt súlyosan sértette Magyarország gazdasági érdekeit. De hogyha csak a háborútól is számítjuk az időt, akkor több mint két esztendő eltelt. Hogy a háború kitörésekor rögtön csinálnak egy ilyen átszervezést, hogy államtitkári szintről áthelyezik ezt a úgynevezett nemzetbiztonsági főtanácsadója, vagy a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója szintre, akkor logikus és időszerű lett volna ez a lépés. Most meglehetősen furcsa, hogy két éves fáziskéséssel reagálnak, hogyha ilyen hatékonysággal működteti az ön főnök államtitkár ura és ilyen fáziskésésekkel a polgári titkosszolgálatokat, akkor bizony vakarhatjuk a fejünket, és hát sem a szubjektív biztonságérzetünk, sem az objektív az ország helyzet, akkor nem lehet valami rózsás, hogyha ilyen ütemtévesztések és ilyen fáziskésések előfordulhatnak, amelyekre megint mondom, hamarosan egy konkrét példákat is fogok hozni, konkrét ügyek említése mellett konkrét kérdésekkel. Nem lehet tisztán látni még a körülbelüli munkaköri leírás sem, az indoklás szintjén sem ebben a javaslatban. Tehát az, hogy most megnevezések változnak, vagy elnevezések változnak, annak talán kisebb a jelentősége. Elintézhetnék önök azzal, vagy talán mi is itt ellenzéki képviselők, hogy a kormány, vagy a mindenkori kormány a munkaszervezetét, vagy a szervezetrendszer kialakítását szabadon, diszkrecionális hatáskörében szabadon határozza meg. Pont. Itt akár be is fejezhetnénk a mondatot, és le is ülhetnénk, de a szakterületnek az elmúlt években kiemelté vált szerepe miatt azonban nem lehet ennyivel elintézni. Amennyi kihámozható a javaslatból, az ugye az adatminősítésekkel kapcsolatban vett fel újabb kérdéseket, hiszen majd a nemzetbiztonsági főtanácsadó elrendelheti, felülbírálhatja, módosíthatja vagy megszüntetheti a szóban forgó adat minősítését. Talán ezeket a forrásokat, amelyet majd a nemzetbiztonsági főtanácsadó fenntartására, fizetésére, javadalmazására szánnak, és az ő kabinetjének az üzemeltetésére, akár nem csak a gyermekvédelem rendszerébe helyezhették volna, bár oda sokkal több pénz szükséges, tehát én ezt ilyen értelemben külön kezelném, hanem akár mondjuk a különböző technológiák vagy technikai eszközök fejlesztésére, vagy valóban hozzáértő munkatársak kiképzésére, továbbképzésére, hiszen egyrészt a déli határ védelmének egyre súlyosabb problémái, másrészt pedig a hazánkba beáramló rengeteg kárpátaljai vagy ukrán menekült, tehát között esetleg megbúvó bűnöző elemek, vagy nemzetbiztonságra is veszélyes elemek kiszűrése, az úgy hiszem, hogy mind személyállományban jelentős bővítést igényelne, mind pedig technikai eszközökben jelentős fejlesztést, hiszen olyan létszámú menekültről van szó, akiknek a szűrése még egy a magyarországinál jobban felszerelt, nagyobb létszámú titkosszolgálatokat is nagy kihívás elé állítaná. És akkor jöjjön az egyik példa, tisztelt államtitkár úr, nem tudom, hogy tudnak-e arról, hogy, vagy értékelték ezt már kellőképpen, ha nem is önök, hanem a nemzetbiztonsági szakemberek, hogy a háború kitörése óta Ukrajnában rengeteg informatikus, vagy nevezzük úgy akár hackernek, és rengeteg hacker vált munkanélkülivé, gyakorlatilag a privát szférában keresik a boldogulásukat. Hallottak-e már arról, hogy csak Budapest környékén hetente 10-15, legalább 10-15
olyan új eset merül fel, ami bankkártya csalásokhoz és pénzügyi csalásokhoz kapcsolódik. Magyarán különböző trükkökkel megszerzik gyanútlan honfitársaink belépési kódjait akár a netbankjukhoz, akár a telebankjukhoz, és akár több százezer forint, akár több millió forint összegben alkalmanként szívnak le, vesznek le, húznak le pénzeket. Ezekről akár már rendőrjárőröktől hallani, hogy ezek döntően ukrán, vagy Ukrajnából érkezett, most a származás nemzetiségtől függetlenül teljesen mindegy ebben az esetben is, onnan ide érkezett, itt tevékenykedő, itt magukat biztonságban érző informatikusokhoz vagy hackerekhez kapcsolódnak, és ha csak Budapest környékén van hetente legalább 10-15 új eset, akkor országosan akár több száz új eset is fölmerülhet hetente. Túlzás nélkül lehet állítani, hogy megszaporodtak azok az esetek, amikor gyanús SMS-eket kaptak egyébként a különböző mobil szolgáltatók ügyfelei, és hogyha nem kellene óvatosak, akkor lépre csalják őket, megadják akár a bankkártya hozzáférési kódjait, akár egyébként konkrét példát mondok önnek, Netflix szolgáltató ügyfelének átszázva magukat, vagy más szolgáltatók ügyfelének átszázva magukat. Ha valaki nincs észnél, hirtelen elhiszi azt, mondjuk felfüggesztésre került a fiókja, hogy egy konkrét példát mondjak, és megadja a bankkártyájának az adatait, akkor számíthat arra, hogy a lakossági folyószámláját meg fogják csapolni. A megtakarítási számlákat állítólag nem tudják, azokhoz nem tudnak hozzáférni, de azokhoz a számlákhoz, amelyekhez bankkártyák vannak rendelve, gyakorlatilag korlátlanul, akár teljes mértékben meg tudják csapolni, adott esetben több millió forint kárt okozva az ügyfeleknek. Ez úgy gondolom, hogy már úgy nyaldossa érinti a nemzetbiztonsági kockázat szintjét. Erre mondtam az előbb, hogy jó fizetett nemzetbiztonsági főtanácsadó, meg kabinet helyett, meg ahelyett, hogy most itt a megnevezésekkel, meg az örökké, az átszervezésekkel foglalkozunk, talán ezekre lenne érdemes nagyobb technikai, technológiai, anyagi és ember erőforrást fordítani. De egyébként az elmúlt hetekben vezető témává vált gyermekvédelem rendszeréhez is lehetne és kellene rendelni akár nemzetbiztonsági, polgári nemzetbiztonsági eszközöket, hiszen nem véletlenül, vagy teljesen érthető módon itt a pedofilia környékén sorjáznak az ellenzéki érvek, sorjáztak ugye tegnap is, ma is. De szeretném önnek és önöknek és az ország nyilvánosságnak jelezni, hogy a gyermekvédelmi intézmények, gyermekotthonok vonatkozásában van két olyan probléma, amit az elmúlt hetekben senki nem említett. Lehet, hogy a pedofil bűncselekményektől is jelentősebb és gyakrabban előfordul, gyakorlatilag talán mindennapossá válik a drogkereskedelem és a drogfogyasztás ezekben az intézményekben, tisztelet a ritka kivételnek, és a prostitúció, tisztelt államtitkár úr. Az a helyzet, hogy ha egy kisvárosban egy picit nyitott, vagy az átlagosan nyitottabb szemmel járunk, kérdezősködünk, beszélgetünk a társadalom különböző szintjén, különböző szereplőkkel, hogy ilyen talányosan fogalmazzak, meglehetősen könnyen haladunk a felderítésben, csak olybá tűnik, hogy a helyi rendőrség figyelmét ez valamiért elkerüli. Nem mernek, nem akarnak beavatkozni, nincsenek megfelelő létszámban, nincsenek eléggé felkészülve ehhez, vagy adott esetben, ha titkos eszközöket kell alkalmazni, akkor valami speciális rendőri szervhez kellene áttenni a nyomozást, vagy akár egyébként titkos szolgálati eszközöket kellene bevetni, mert nyilvánvalóan ezeket a cselekményeket nem lehet úgy felderíteni, hogy oda megy a nyomozó, megkérdez, hogy ti voltatok, ti követtétek el, nyilván a válasz az lesz, hogy nem, és akkor ezzel el van intézve az ügy. De higgyék el nekem, hogy a pedofiliával legalább egy szinten, azonos fajsúlyban szerepel a drogfogyasztás, a drogkereskedelem, rendszerint az olcsó kábítószerekről beszélek, és a prostitúció ezekben az intézményekben adott esetben olyan nevelők által, akiknek pontosan vigyáznia kellene, akár a 14 éven aluli gyermekekre, akár valamivel idősebbekre, mint a 11 és 18 év közöttiekre. Talán ide is érdemes lenne forrásokat áramoltatni, mert attól tartunk, mint a Mi Hazánk mozgalomban tisztelt államtitkár úr, hogy a gyermekvédelmi intézményrendszer átvilágítása gyakorlatilag újabb papírmunka szintjén megakad. Tehát hatalmas mennyiségű papír fognak gyártani az erre kijelölt vagy erre utasítást kapott szervek, de ezek a papírok általában majd a szekrények polcai meg az íróasztalok fiókjaiban fogják végezni, és érdemi, ahogy ez a botrány majd elsimul, vagy majd jönnek új botrányok, történnek új események a magyar belpolitikában, nem fog érdekelni valójában senkit, és érdemben a nagy politikai lőzőgokon kívül semmi nem fog változni, és semmi nem fog javulni a gyermekvédelem rendszerében. Akkor van értelme a miniszterelnök által elmondottaknak,
hogyha cselekvés fogja követni ezeket a nagyon szép szavakat, hiszen lehet itt fokozni a jelzőket, hogy ki mennyire ítél el a pedofiliát. Jelzem, hogy én mindig egy fokkal jobban fogom utálni a pedofilokat, mint bármelyik előttem megszólaló, csak ezzel nem jutunk előbbre. Ha itt rendőri, akár titkosszolgálati, meg szakmai eszközöket, és nem csak a béremelésre gondolok, nem vetnek be, akkor ugyanott fogunk tartani, ahol eddig. És érdemben semmi nem fog változni, és a gyermekotthonokban lévő gondozottak fogják mindennek kárát látni. De hadd mondjam tovább, hogyha már önök itt a Nemzetbiztonsági Főtanácsadóban látják a megoldást, ami szerintem egyébként az ön főnökének is, a miniszterelnök úrnak a komfort érzetéről szól. Tehát az a fontos, hogy ennek a két szereplőnek prémium érzése legyen, teljesen ki legyenek elégítve a szakmai és egyéb igények, abban már csak reménykedni tudunk, hogy nem valamilyen idióta vagy félhülye politikai kinevezettekből fog állni ez a kabinet, hanem valóban hozzáértőkből, valódi szakemberekből, akik tudják azt, hogy miről beszélnek, és hogy kellő kritikával illessem az önök tevékenységét, tisztelt államtitkár úr, elfelejtették, mi nem felejtettük el, hogy alig több mint egy évvel ezelőtt az antifák, az úgynevezett antifa szervezetek Budapesten embervadászatokat tartottak, és talán az elkövető környezet kis részét sikerült földeríteni, fölgöngyölíteni, és egy, ha jól emlékszem, olasz származású hölgy miatt gyakorlatilag már a legfelsőbb olasz politikai vezetés is ugye lobby tevékenységet kezdett, akár a miniszterelnök vagy a miniszterelnökség szintjén. Nagyon remélem, hogy ez a nyomásgyakorlás nem fogja azt eredményezni, hogy ezt az elkövető, jelen pillanatban gyanúsítottat vagy vádlottat majd átadják Olaszországnak, legfeljebb majd a jogerősen kiszabott, remélhetőleg nagyon sok év szabadságvesztés végrehajtását, hiszen az mégiscsak elképesztő, hogy szélső baloldali terroristák szabadon vernek agyon, majdnem ölnek meg embereket, csak azért, mert nekik nem tetsző ruházatot viselnek. Nem tudom, hogy a titkos szolgálatok, akár a mondjuk németországi vagy görögországi szervezetekkel, polgári titkosszolgálatokkal együttműködve vagy együtt nem működve, mit csináltak tavaly februárban, mert úgy tűnt egyébként, hogy rossz focistaként közelről nézik a meccset. Aztán itt van a határvédelem kérdése, tisztelt államtitkár úr. Lehet itt, nyugodtan meg lehet sértődni, de hát biztos, hogy ez is valahol a polgári titkosszolgálatokhoz is tartozik, de talán a katonai titkosszolgálatokhoz is, meg a különböző rendőri szervekhez, hogy bizony milyen életveszélyes helyzetben vannak a magyar rendőrök a déli határnál. Lehet, hogy ez mondjuk a tavaly évközbeni helyzethez jelen pillanatban némi javulást mutat, remélem, hogy így van, de hát azért itt végigcsak sorozatlövésre alkalmas éles lőfegyverekkel lövöldöztek át a határon, és gyakorlatilag a közel-keletről érkezett különböző embercsempész és egyéb bűnözők, akik jól sejjel komoly katonai múltra rendelkeztek, garázdálkodtak a magyar-szerb határon, és hát érdekes módon a szerb oldalon tűnik úgy legalábbis, hogy rendet tettek, de hát hogyha a szerb rendőri jelenlét, kiemelt rendőri jelenlét nem lesz állandó, akkor bármikor, bármik percben, bármik magyar rendőr azok közül a rendőrök közül, akik a határon teljesítenek szolgálatot, életveszélyben van. Számunkra felfoghatatlan, hogy miért nem vezényelték már oda a honvédségnek legalább egy-két képzettebb egységét annak érdekében, hogyha szükséges, akkor katonai erővel védjük meg a magyar határt. És lehet, hogy talán kicsit visszástak tűnik, de mégsem tudok elmenni amellett. Visszástak tűnik, amikor esetleg egy politikus saját maga vagy a politikus társai számára negatív jelű ügyekről beszél, de talán ez az általános vita lehetőséget ad arra is, hogy felhívjam az ön szíves figyelmét arra, amit egyébként a múlt héten mi egy országos sajtótájékoztató keretében próbáltunk hírül adni, de érdekes módon mind az önökhöz tartozó sajtó, mind pedig a baloldali sajtó rendkívül alacsony vagy szerény érdeklődést mutatott. Úgy nézett, hogy ez nem igazán fontos számukra. Ez pedig az a magyar politika történetben példátlan esemény, vagy példátlan cselekedet, ami szerint egy parlamenti képviselettel rendelkező párt teljes elnökségét, és akkor a teljes parlamenti frakcióját meggyilkolással, vagy gyakorlatilag kiirtással fenyegettek, irodáink felgyújtását, autóink felrobbantását és a meggyilkolásunkat helyezte kilátásba egy ukrán csoport. Ukrán és magyar nyelven kaptuk a
az e-mail, a mihazánk.hu e-mail címeinkre ezeket a fenyegetéseket, amivel nem engedték a sajtót oda, ezzel valószínűleg államtitkár úr sem értesült erről a fejleményről. Nem lehet tudni, ugye pontosan milyen szintű vagy milyen komolyságú ez a fenyegetettség, de miután mindannyian megkaptuk, kivétel nélkül mondhatom azt, hogy ő még nem fordult elő Magyarországon, hogy teljes parlamenti frakció valamennyi tagját ukrán és magyar nyelven írt e-mailekkel. Én értem azt, hogy önök szerint az önök élete értékesebb, tisztelt képviselő úr, és nyilvánvalóan, hogyha itt valamelyik balközép vagy szélső baloldali politikust fenyegették volna meg bármilyen irányból, akkor össze kellene hívni az ENSZ biztonsági tanácsát, akkor a NATO csúcs is összejönne, halálhörgéssel ugrana a témára valamennyi nyugat-európai sajtó. Mivel egy nemzeti magyar, nemzeti radikális pártról van szó, úgy gondolják, hogy ez nem téma. Hát ez is egyfajta szélsőség, amikor ugye élet és élet között akár politikai beállítottság vagy politikai értékre szerint teszünk különbséget. De hadd mondjam el önnek, államtitkár úr, hogy úgy érzem, hogy az ügyben nem minden hatóság kezeli fajsúlya szerint ezt az ügyet. Van jogászként is van hiányérzetem, és hát persze bízunk abban, hogy ezek csak üres fenyegetőzések, üres frázisok, bár azt is megjegyzem, hogy a pártelnökünk vonatkozásában tavaly ősszel már vannak előzmények, csak akkor még nem életveszélyes fenyegetésként jelent ez meg. Úgyhogy azért ez mégiscsak azért elgondolkodtató, mert talán ez mondjuk a polgári titkosszolgálatoknak is adhatna feladatot, hiszen véletlenül nem csak mi tartozunk a fenyegetetti körben, meg lehet azt mondani, hogy amikor mi politikára adtuk a fejünket, akkor akár még ezt az extrém kockázatot is vállaltuk, de hát ugye mondjuk a hozzátartozóink, vagy esetleg más párttagok nem feltétlenül mondhatják el ezt magukról. Másrészt pedig én úgy gondolom, hogy mondjuk önök közül kapott volna egy vagy több képviselőjük ilyen fenyegetést, vagy akár baloldalról, teljesen más lenne a sajtó hozzáállása, és teljesen más lenne az erre feljogosított szervek hozzáállása is. Minden esetre csak remélni tudjuk, hogy nem fogják beváltani ezek a személyek a fenyegetőzéseket, egy valós létező szervezetről van szó, tehát nem egy kitalált, vagy papíron létező, vagy fantázia névvel szereplő közösségről, és hát ki tudja, hogy ezek majd valójában egyébként milyen jellegű cselekményekre ragadtatják magukat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a felsorolt témakörök a gyermekvédelemtől az ukrán hekkerek tevékenységén át a határvédelemig, az antifa terrorig bezárólag, nem feltétlenül nemzetbiztonsági főtanácsadói, meg nemzetbiztonsági főtanácsadói kabineti átszervezést igényelne, erre óriási forrásokat áldozva, hanem az ezzel foglalkozó valóban elhivatott és komoly szakmai tapasztalattal rendelkező állománynak a béremelésére, és a technikai eszközök javítására is fel lehetne használni ezeket a forrásokat, hiszen ha nem fizetik meg kellőképpen azokat a rendőröket és azokat a szakembereket, akik tényleg nem politikai kézivezélésként, hanem valós szakmai elhivatottságból dolgoznak, akkor ezek a szakemberek is el fognak menni majd a privát szférába, és annyival is szegényebb lesz az államszervezet, ami amúgy is több sebből vérzik, tehát a magyar közigazgatás államtitkár úr közel áll a működés képtelenséghez, ezt szeretném önnek jelezni. Tehát sok esetben Pityáner átlag közigazgatás ügyekben magas hegyeket kell ahhoz megmászni, hogy egyáltalán bármi érdemi döntés szülessen, oly mértékű a személyállománynak sok esetben a leépülése, vagy oly mértékben csökkent a személy, hogy nem tudnak már a létszámhiány miatt foglalkozni a megfelelő ügyintézéssel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a pénznek, amit önök ennek a törvényjavaslatnak, hogy a végrehajtására, a megvalósításán szánnak, ezer mások helye lenne. Szerintem még egy reggeli kávét megiszunk, legalább 10 olyan dolgot vagy területet tudnánk felsorolni, ahol hatékonyabban lehetne ezeket a forrásokat felhasználni, úgyhogy jelen formájában a Mi Hazánk mozgalom sem fogja tudni támogatni ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a figyelmet!